2020-ban az egyik utolsó apáti nátfedeles épület végstádiumában így nézett ki. Most pedig már így. Az egykori urbáház önkormányzati hasznosításáról többször beszámoltunk már, de hetek óta komoly tempóban halad a régi parasztház felújítása az épített örökség védelmében. Az egész tető szerkezetet egészen a födém gerendákig lebontotta a noninád BT, és a lehető legautentikusabb szemléletben a felhasználható bontott faanyag és az új nád híjazattal visszaépítette a nádtetőt, amiből már csak öt van a településen. Ehhez a ez a szakértő szerint nem kell csak kb. tíz év múlva nyúlni, hogy akkor kapjon egy újabb tíz éves frissítést a tető. Azért, hogy megőrizzük a, a, az állagát, azért néha egy, egy, egy bizonyos beavatkozást igény, az úgy mondjuk, hogy át pucolni, át, átüssük, átpucoljuk, esetleg megtűzdeljük, tulajdonképpen ennyi, ennyi. de mindenképp, mindenképp nagyon jó hőszigetelő jön át, és egyre jön vissza már most, hál' Istennek, hogy egyre nagyobb igény van rá. Nem véletlenül növekszik az igény. A jóféle réti szikinád legfontosabb tulajdonsága a hőszigetelés. A hőgát, amit képez, nem engedi át a meleget, így nyáron állandó hűvös biztosít még a padláson is. Itt ugye megvan a vastagság, 35 cm vastagságba dolgozunk, ez még ugye, még ugye nincs készen, ez még ugye majd át lesz pucolva, fel lesz ütve. A deszkázattól általában egy 25-30 cm-re engedjük le az ereszt, ott próbálunk törekedni arra, hogy minél jobban leengedni, hogy minél jobban védjük a falazatot a becsapódó esőtől. Ez utóbbi pont az itt talált érdekességek miatt különösen fontos. A vélhetően 1850-es évek vége felé épült házikó, jelenleg az egyik legöregebb épület a városban. Megtalálhatjuk itt a hagyományos jársági építészet elemeit és néhány igazi furcsaságot is. Ez a festés itt a gang alatt ez durván egy olyan száz éves körüli lehet. A szakértői véleményre még várunk, már volt kint a falrestaurátor szakértő, aki megvizsgálta. Tulajdonképpen ez egy patronos festés, amely úgy nézett ki, hogy mintákat tettek egymásra és az egyes színeket egy-egy mintával festették föl. Ez a izai piramisokat ábrázolja itt a pálmafák árnyékában, egészen egyedülálló így a egy ilyen festés, nagyjából száz év távlatából. De nem csak a festések jelentik az egyetlen érdekességet a házban, az elrendezés apró szobáin kívül a ház előtt volt a különösen nagy pince lejárata, és olyan ritka szellőző, illetve füstelvezető rendszereket találni a régi falakban, amire már alig-alig bukkanni a szabad kémény és a ma is használatos kémények közötti időszakból. Az a telekilászló alapítvány által hirdetett a népi építészeti emlékek helyreállítása címzett forrásából 80%-os intenzitású támogatás sikerült elkölteni, ami 15 millió forintot jelent. Ezt jelszapáti 3,7 millió forinttal egészítette ki. A munka itt nem áll még meg. Szeretnénk egy líder pályázat keretében folytatni a felújítását az épületnek, és alkalmassá tenni erre a bemutató funkciónak a betöltésére, ahol valóban az érdeklődők, akár a gyermekek is megismerkedhetnek a népi építészetnek az organikus tevékenységével, mi voltával, a természetből eredő, illetve innen hasznosított építőanyagoknak a felhasználásával. Emellett funkciót is kap majd az épület ezen túlmenően, hiszen egyfajta közösségi térként szeretné hasznosítani a város, és a következő terv a Istálónak a megújítása, amelyet majd szintén a népi építészeti programban szeretnénk befejezni, és így válik teljessé ez a hagyományos jászporta.